Elfogták az üzemanyag tolvajt, a 27 éves férfi decemberben dézsmálta a gépjárműveket. Fegyház büntetést kaphat a drogcsempész, az albán férfi 10 kilónyi kábítószerrel bugott le. A szépész szakra fókuszálnak, ingyenes érettségi utáni felnőtt képzés indul a dékániban. Januári mennydörgés, egyre változékonyabbá válik a térség időjárása. Köszöntöm Önöket, ez a Halas Televízió keddi hír összefoglalója, már is jövünk a részletekkel. 70 ezer eurós szerencsejáték adósságát törlesztette volna egy albán férfi, aki ennek fejében kábítószer csempészetre vállalkozott még 2021. novemberében. Az lett volna a feladata, hogy előre megadott útvonalon a drogot Albániából Franciaországba viszi. Az utazás a tompai határátkelőn ért véget, ahol az egyenruhások több mint 10 kilónyi heroin, kodein és morfin tartalmú gyantatéglát találtak az albán Volkswagenben. A csomagok együttes kábítószer tartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határának 46-szorosát. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a csempésszel szemben. Elfogták, őrizetbe vették. Tucatnyi üzemanyag lopás és egyéb bűncselekmény miatt gyanúsítják a 27 éves tolvajt és 4 társát. Üzemanyag és tanksapka lopásról érkeztek bejelentések a rendőrségre decemberben, még karácsony, valamint szilveszter napján is dolgozott. Pár nap alatt nem kevesebb, mint 6 személygépkocsi, 2 furgon és 1 teherautó tulajdonosát károsította meg. Egy munkagép csövét is elvágta, így jutott az üzemanyaghoz. Az esetek többségében a kerítést átmászva telephelyekre ment be az elkövető, de többször lopott családi házak előtt parkoló autókból is, áll a rendőrségi tájékoztatóban. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a felelős 3 betörésért is. Egyik esetben egy családi ház ablakát nyomta be, 2 alkalommal pedig az ajtót feszítette be. Csaptelepek, horgász felszerelések, konyhai edények és tányérok szerepelnek a lopott tárgyak között. Van 4 bűntársa is, ők szabadlábon védekeznek. Hamarosan ismét ingyenes, érettségi utáni felnőtt képzés indul a Dékáni Árpád Technikumban. Az iskola az évek óta nagy népszerűségnek örvendő szépész szakra várja a jelentkezőket. Mint megtudtuk, tavaly 4-szeres volt a túljelentkezés erre a lehetőségre. Mindenféleképp kerüljön az arcba, hogy egy ilyen S-hullám alakuljon ki belőle. Fodrász tanulóinak ad hasznos információkat a Dékáni Árpád Technikum egyik szakoktatója. Az iskolában a nappali tagozatosok mellett hamarosan felnőtteknek is lehetőségük nyílik, hogy ingyenesen elvégezzék a szépész szakot. Szépész ágazatba indítunk, mint ahogy hosszú éveken keresztül most is fölvételt hirdetünk. Nagy túljelentkezés volt a tavalyi évben. Anyagi vonzata természetesen nincs a képzésnek. A nappali képzés ingyenes, felnőtt oktatás területén is, amennyiben a második szakképesítését szerzi meg ingyenes, csak a más további szakképesítések fizetősek. A gyakorlati helyet mindenkinek saját magának kell biztosítani, duális képzésbe megy az oktatás, tehát ez azt jelenti, hogy elmélet és bizonyos gyakorlati jellegű vizsgára fölkészítő jellegű képzések itt vannak, de maga a gyakorlat az kint van a terepen. Amiben még talán nálunk pluszot lehet kapni, mind a felnőttek, mind a nappali tagozatos tanulók részére, hogy eléggé kiterjedt kapcsolatrendszere van az iskolának a szépészet meghatározó cégeivel, akik rendszeresen tartanak mind árubemutatót, mind pedig szakmai bemutatót, akár kozmetikus, akár fodrász területen. A nappali tagozatos diákok éppen új fodrászfortélyokat tanulnak. Mint mondják, sok szépsége és nehézsége is van választott szakmájuknak. Azért választottam ezt a szakmát, mert úgy vélem, hogy ebben ki tudom fejezni a kreativitásomat, és tudok adni a nőknek, vagy épp férfiaknak olyan lehetőséget, amit máshol nem biztos, hogy megkapnak. Nagyon nehéz kitalálni mindig, hogy milyen újdonsággal álljak elő, de nagyon szeretem a kihívásokat, és élvezem is.
Az iskola még várja az érettségi utáni képzésre a jelentkezőket. Az oktatók szerint a jelentkezési lap kitöltése előtt azonban érdemes a leendő felnőtt diákoknak néhány dolgot átgondolniuk. Mindenféleképpen olyanoknak javaslom, akik kreatív emberek, mert ez itt nagyon fontos, illetve ami szintén vagy valakinek nehézség, valakinek könnyedség, hogy itt emberekkel foglalkozunk, tehát azért pszichológusai is vagyunk a vendégeknek, és itt azért a kommunikáció az egy nagyon fontos, és a megértő és beleértő képesség az nélkülözhetetlen, úgyhogy mindenféleképp olyanoknak javaslom, akik szeretnek így emberekkel foglalkozni. Az elmélet és a gyakorlat szinkronban történik, ami egy nagyon klassz dolog, hogy amit tulajdonképpen elméletből veszünk, az már itt, bent az iskolában, a tanműhelyben, már a gyakorlatban is megvalósul. Az ingyenes felnőttképzés részleteiről az iskola honlapján érhetők el további információk. Eltolódtak az évszakok, nincs jelentős mennyiségű hó, tegnap éjszaka pedig dörgött és villámlott Kiskunhalas felett. A globális felmelegedés egyre több jelét tapasztalják a szakemberek, csapadék is csak elvétve van, és nem akkor, amikor éppen ideje lenne. Most januárban az évszakhoz képest is jóval melegebb van, félő, hogy a nagy fagyok ismét akkor lesznek, amikor már megindult a növényekben a netkeringés és lefagy minden. Ezek a felvételek 2023. január 17-én készültek. Schweitzer Balázs épp a futókörét teljesíti a sóstó körül, nem vastag téli sportfelszerelésben, hanem rövid nadrágban. Mint mondta, egyre gyakoribb ez. Futottam már, igen, volt már rá példa, nem sok, de előfordult már. Mit tapasztalsz, mennyire melegszik az időjárás így a futás, a sportolás közben mit veszel észre? Melegebb van most legalábbis az előző évekhez képest. Most nemrég néztem a tavalyi futásomat, tavaly ilyenkor esett egy kis hó és hóba futottam. A következő évtizedekben arra kell készülnünk, hogy az éghajlat egyre mediterránabb lesz. Erről szólnak a hosszú távú előrejelzések. Ezzel kapcsolatosan vannak jóslatok is, már én is a meteorológiai szolgálaton keresztül, például már maga Tóth Tamás meteorológus is csinált egy ilyen kis videót, hogy 2040-2050-ben, hogy milyen nyári időjárás válható. Hát én levoltam, én is döbbenve, amikor végignéztem ezt a kis videót, hogy a éjszaka nem hűl a jóslat szerint 30 fok alá a hőmérséklet, napközben a 40-45 fok, és olyan jóslatokba bocsátkoztak, hogy a Balaton kiszárad, csak a, mit tudom én, az egyik partszakaszának, vagy az észak, mindegy, valamelyik partszakaszának marad víz, a Velencei tó az semmi, és még a folyók szintje is mondhatni éppen, hogy csak lesz benne víz. Mindennek jól látható jele már most az évszakok eltolódása. Sajnos ezt látjuk, hogy az évszakok teljesen felborultak, hogy a jelenlegi helyzetben is az van, hogy most éppen azt mondhatnánk, hogy kora tavasz, de lehet, hogy mondjuk következő nap marad az őszies idő. Eltolódtak az évszakok, hogy itt sajnos azt lehet mondani, hogy február, vagy még akár márciusban is tapasztalhatjuk, hogy egyik napról a másikra akkora drasztikus változás lesz, hogy koratavasz időből visszaesünk a téli időbe. A szeszélyes időjárás miatt egyre nehezebben tudnak tervezni a mezőgazdászok. A legnagyobb gond, hogy a csapadék eloszlása is nagyon megváltozott. A gyümölcsök esetében pedig a késői intenzív fagyok miatt lehet probléma. Ez az én véleményem lesz, hogy hát azért erre kell berendezkedni. Én látok már az éjjeleket, akik már úgy kezdenek ehhez hozzászokni, és meg aki azt mondja, hogy hát ez nagyon szuper, hát na, jó ez, persze ugye van az a réteg is, akinek meg hiányzik, hogy nincsenek a megszokott telek. Én is azért vagyok úgy, hogy én örülnék annak, hogy voltak nagyon régen, nagyszüleink idejében, hogy november 19-én lehullott az első hó, és márciusig nem olvadt el. Jól kezdte az évet a Sziládi RFC MB2-es női futszál csapata. A lányok hazai pályán szép számú közönség biztatása mellett győzték le az élvonalbeli múlttal büszkélkedő Elte Beac csapatát. Bár több alkalommal izgalmas pillanatok adottak a halasi kapu előtt, a mieink példásan védekeztek, és két-két helyzetet ki is használtak. Szokatlanul korán, már január második hétvégéjén pályára szólította a sorsolás a Sziládi RFC női futszál csapatát,
Mint kiderült, a lányok a 3 hetes szünet alatt sem tétlenkedtek. Ez a kényszerpihenő, ez nem biztos, hogy most jót tett nekünk, de szerintem mindenki igyekezett magából a maximumot kihozni. Volt edzéstervünk, aki esetleg másképpen csinálta, azzal sem volt semmi probléma. Géza ezt begyűjtötte az első edzésünkön, átnézte, hogy ki mit csinált, ki hogy csinálta. Én úgy vettem észre, hétfőn volt most az első edzésünk, úgy vettem észre, hogy azért nagyon nem estek ki a csajok ebből az egészből. Az ellenfél, az Elte Beasz csapata szeretné tavasszal felettetni az őszi teljesítményét. 2-3, Elte! Én bizakodom. Alapvetően a csapatról azt kell tudni, hogy egy régi motoros az NB2-ben, NB1-et is megnyert. Nyáron azért átalakultunk kicsit, én is akkor érkeztem, illetve több játékos is kicserélődött. Eddig ez a szezon nem úgy alakul, ahogy azt szerettük volna, vagy amik az elvárásaink voltak, de hát nagyon reméljük, hogy akár pont ma tudunk majd ezen fordítani. Szerencsére még hosszú azért a hátralévő időszak, úgyhogy bármikor megtörténhet az a gátszakadás, amiben bízunk. A házigazda Szilárd RFC edzőjétől azt kérdeztük, miben más az idei bajnokság, mint az előző évben. Én azt gondolom, hogy erősebb, vagy ha nem is az a megfelelő szó, akkor kiegyensúlyozottabb sokkal, mint a tavalyi. Ott ugye azért nem sok rangadót vívtunk, igazából 2 csapat volt, akivel a bronzéremért küzdöttünk, volt 2 nagyon kiemelkedő, 2 lényegesen gyengébb képességű, így gyakorlatilag bárki meg tud verni bárkit, amit az eddigi eredmények is mutatnak. Szerencsére eddig azért mi is úgy felemással jöttünk ki ezekből, tehát vannak győzelmeink, vannak szoros vereségeink is, reméljük, hogy ma a győzelmeket tudjuk majd szaporítani. Nyilván ez a 3 hét kényszerszünet, amikor be volt zárva minden csarnok halasson, ez nekünk sem tett jót, próbáltak a lányok egyénileg készülgetni. De lehet, hogy ez a kis labdaéjség, ez most még pont jól is jön, hogy kiszakadtunk a fociból, és másra is koncentráltunk, és most reméljük, hogy majd a pályán sikerül újra a régi énünket megmutatni. A lányok az első lépést megtették az eredményes szereplés felé. Végemesek góljainak köszönhetően 2-0-ás győzelemmel kezdték az évet. Voltak ugyan nehéz pillanatok, de a siker teljesen megérdemelt volt. Csütörtökön ülésezik Kiskunhalas képviselőtestülete. A város hivatalos oldalán közzétett tájékoztató szerint 20 előterjesztést vitatnak meg a jelenlévők. Zárt ülés keretében döntenek például a városi sportdíjakról. A nyílt tanácskozáson többek között tárgyalnak egy felajánlásról, a Sóstó Sporthorgász Egyesület haszonbérleti díjáról, és várhatóan hozzájárulást adnak ahhoz, hogy továbbra is Törökszent Miklóson legyenek Zsigray Julianna írónő bútorai és személyes tárgyai. A képviselők elé kerül az általános iskolák felvételi körzeteiről szóló előterjesztés is. A tanácskozást 13 óra 10 perctől a Halas Televízió közvetíti, majd kövessék nyomon az ott történteket. Szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb száma. A lap ír arról a példás összefogásról, amely a tűzkárosult Marton Gyöngyi megsegítésére valósult meg. A bűnügyi hírek között szerepel egy rablás, amelynek főszereplője egy bicskával fenyegette meg áldozatát. A heti portréban megismerhetik egy volt szilárdis diáknak, Forcek Ákosnak az életútját. Ő többek között a világhírű Hennessy konyak kelet-európai képviselője is volt, jelenleg pedig sikeres borkereskedése van Londonban. A Tükörben bemutatkozik egy új zenei formáció, amelyben Kis Bernát és Szécsi Zoltán gitározik. Most pedig egy-egy mondatban felidézzük mai híradónk legfontosabb témáit. Elfogták az üzemanyag tolvajt, a 27 éves férfi decemberben dézsmálta a gépjárműveket. Fegyház büntetést kaphat a drogcsempész, az albán férfi 10 kilónyi kábítószerrel bugott le. A szépész szakra fókuszálnak, ingyenes érettségi utáni felnőtt képzés indul a dékániban. Januári mennydörgés, egyre változékonyabbá válik a térség időjárása. Kedves nézőink, ez volt a Halas Televízió híradója kedden este. Most jön az időjárás előrejelzés, mutatjuk, hogy a következő 24 órában milyen időre készülhetnek Kiskunhalason és a környező településeken. Ezt követően a napi mozaikban a kiskunhalasi Blues Boots zenekar koncertjéből láthatnak egy 8 perces összefoglalót. Aztán felhívom figyelmüket, hogy 19 óra 30-kor kezdődik Koktél újra keverve című műsorunk. Az adás vendége volt Kovács Sándor és lánya, megismerhetik a Kiskunhalas
Hatvanhasi Ódon Vastárt, valamint az egyik beszélgetés hátterében feltűnik majd Hegyesi Bandi, a Gipó Cirkusz zenekar frontembere, aki éppen kosarat font akkoriban. Jó multidézést kívánok, friss hír összefoglalóval, holnap este 19 órakor várjuk Önöket, további szép estét, viszontlátásra!